Hát szóval, srácok, elérkeztünk egy újabb videóhoz, amiben megmutatom, hogy hogyan és mennyiért lehet tankolni jelenleg Floridában, Amerikában, és igazából most, ahogy itt látjátok, mellettem már itt vagyok a benzinkútnál. Annyi a lényeg, hogy itt nem úgy van, mint Magyarország, hogy először tankolsz, és utána bemész fizetni, hanem itt bemész, és meg kell mondanod, hogy mennyiért tankolsz, és melyik csapnál. Vagy pedig van a másik megoldás, kártyával fizetsz. Na szóval, tehát itt bemész, megmondod, hogy mit tudom én, 11 dollár, mert most ennyit fogok beletankolni. Ugye az, mit tudom én, az egyes kúton, és akkor utána előbb bemegyek, kifizettem, aztán visszajövök, és megmutatom a másik megoldást, meg hogy mennyibe kerül az üzemanyag jelenleg. Bementem fizetni 11 dollárt. Kinyitjuk a csapat. Jelenleg ennyibe kerülnek az üzemanyagok. Veszük ezt. Adarodjuk szépen. Közepes. Kiakasztva. És várjuk. Várunk. Lassan letelik. 11 dolcsi. Azt is meglátjátok, hogy mennyibe kerül 11 dollárnyi üzemanyag jelenleg, ha közepesből tankolsz. És magától megáll. 3,3 gallon. De megijedtem. Ahogy láttátok, 11 dollárért 3,304 gallon üzemanyagot tankoltam, amit majd ideírok, hogy mennyi most 11 dollár is alatta, hogy ez a 3,304 gallon, hogy ez mennyi literben. Egy gallon, ahogy ott van, 3,78 liter. De majd ide leírom inkább, mert mindegy. Most pedig én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, ha esetleg tetszett a live, akkor a videó, akkor nyomjatok egy like-ot, ha még nem vagy, akkor pedig iratkozz fel, és találkozunk a következő videóban. Szevasztok!